István stúdiónkban. Szabad kőművesekről megjelent könyvvel most már nem tudom hányadik alkalommal kerül utánnyomásra, és azt gondolom, hogy ez a téma egyébként is eléggé felkavarja, megosztja, vitára invitálja az embereket? Tehát nem is tudom, mi a helyes kifejezés. Mindig vitáznak az emberek, amikor egyáltalán szóba kerül a szabad kőművesek. Mert egyik azoknak a titkos, vagy idézőjelben titkos társaságoknak, amelyek nagyon izgatják az embereket. Eleve értem én, hogy minden, ami titkos, az izgatja az embereket, hiszen én is, engem is, és ezért írom a titkokönyveit. De a szabadkönyvesek mögött, és érdekes módon van egy másik ilyen társaság, az illuminátusok, amikről jóval kevesebben tudnak ugyan, de azokat rettenetesen izgatja. És a szabadkönyvesekről meg annyit hallottak már, és senki nem tudja pontosan, hogy miről van szó. Mert ez ugye már jó pár száz éve tart ez az egész dolog, és már kitaláltak róluk a mindenfélét. Az egyház az élesen szembefordult velük, ebből kifolyólag aztán a vallási eretnekségtől kezdve a politikai hiperbaloldalig mindennel megvádolták őket. És érdekes módon a magyar közönség nem igazán tudja, hogy ki mindenki volt a magyar történelemben is, főleg a 19. században, de a 20. is, szabadkőműves. Hát én csak a legismertebbeket mondom el, hogy például Kossuth Lajos is, és Széchenyi aztán még a 20. században szinte mindenki, aki a politikában élt és mozgott, és főleg akik a művészetek terén, irodalomban, tehát Ady Endrétől kezdve rengetegen. Két mondatban azért beszéljünk arról, hogy ha lehet két mondatban összefoglalni, hogy miben áll a szabadkőművesség, tehát mit jelent ez? Nos, többféle változat kering róluk. Az egyik szerint, ezt ők maguk állítják, ők egy jótékonysági szervezet, amelynek politikai ambíciói nincsenek, és minden alkalommal, amikor csak lehet, akkor valamiféle jótéteményekben vesz részt. Valamennyire nyilván ez igaz is, de nem valószínű, hogy teljessége. A másik, az ugye a róluk szóló keringő vélemény, ami szerint világuralomra törekvő társaságról van szó, amelyik a régebbi századokban és főleg még az egykori nagy templomi építők körében, sőt azok visszavezetik őket egészen az ókori Egyiptomig is. Tehát valami ilyen társaság, a nevük a szabad kőművesek, ez minden nyelvben szintén ugyanez, legalábbis Európában. Tehát arról valamiféle kapcsolatuk lehetett a kőművesekkel, az építőmesterekkel. Én ott tartok igazából, hogy nem biztos, hogy választ kap a könyvemből erre bárki is, hogy pontosan ez a két verzió létezik csak, vagy éppenséggel valamelyik keverék dolog. Mert az, hogy jótékonyoknak, tényleg jótékonyoknak, és Magyarországon különösen minden korban, amikor engedték a működésüket, mert például kevesen tudják, hogy a Horthy korszakban keményen be voltak tiltva, hát azt nem is kell mondanom, hogy aztán 45 után meg totálisan, tehát hiszen azok az államszervezetek, amik nálunk is 45 után voltak, és itt szerte Kelet-Európában, azok nem tűrtek semmiféle olyan szervezetet, ami nem állt totálisan az ő ellenőrzésük alatt, már pedig egy titkos szervezet, az ugye az szinte kiáltott azért, hogy betiltsák és üldözzék a tagokat. Akik aztán a rendszerváltás után 90-től kezdve újjá alakultak, de őszintén szólva, ahogy te nem hallasz róluk, úgy én se, más se, pedig vannak. Léteznek, de most már sokkal kisebb a hírük, és van egy olyan érzésem, hogy ezt ők akarják így, tehát ne beszéljenek róluk inkább. Na, minden esetre én próbáltam utájárni, sokféle forrásból tájékozottam, és mindig ebbe a kettősségbe botottam, hogy amit ők állítanak magukról, abban az égvilágon nincsen semmi, se politika, se hatalomra törés. A másik oldalon meg csak ilyesmiket állítanak róluk, és valószínűleg valahol a kettő között kell lennie az igazságnak. És ha már a magyarok szóba kerültek, hát ebben a könyvben benne van minden ismertebb magyar szabadkőművesnek a névsora, de kicsit viccesen azért hozzá kell tennem az igazságot, hogy csak azok, akik már meghaltak.
vagyis hát a történelmi korszakban, és a 19. és 20. században élt és ismertebb emberek, akiket valami okból a saját szakmájukban, vagy országosan, vagy pláne szinte Európában is ismertek, azoknak a 80%-a szabadkönyves volt. Ugyanakkor próbálom leküzdeni azt a hitet vagy tévhitet, ugye nem tudhatom, ami az emberekben él, miszerint hát ezek itten állandóan hatalomra törnek, ezek összeesküvők, ezek el akarják foglalni a világot, és már el is foglalták, sőt már eleve uralják, tehát az összeesküvés elméletek hívei azok rettentően nagy csemegének tartják, azt hiszem, a szabadkönyveseket, ha nem lennének, ki kéne találni őket, mert annyira szinte kínálják, adják magukat ahhoz, hogy ilyen elméleteket lehessen róluk kitalálni, vagy nem kitalálni, terjeszteni mindenképpen. Egy amerikai szerző írt egy könyvet, magyarul is megjelent nem régen, az volt a címe, hogy összeesküvés elméletek, és az alcíme valami olyasmi, hogy a paranoia évszázadai, mert ő azt állítja, hogy akik az összeesküvés elméletekben hisznek, azoknak a 15%-a az valóban simán klinikai paranoiás, és 85%-uk meg olyan ember, akinek az életben nem nagyon sikerült semmi, és a saját kudarcaiért másokban keresi a felelősséget. Nos, hát akikben a felelősséget lehet keresni, azok a szabadkönyvesek erre célra ideálisan alkalmasak, mert kiterjedt mozgalmak ezek mindenfelé, szinte minden országban voltak és vannak. Vannak bizonyos titkos szertartásaik, eleve nehezen megközelíthetők, bár Magyarországon honlapjuk is van, és megkeresheti őket bárki. De azért nem úgy van az, hogy valaki besétál szerda este, és csütörtökön már szabadkönyves, tehát az ilyesmi azért tart egy darabig. És sokat idézek itt egy érdekes módon Dél-Amerikába szakadt magyar katolikus szerzetesnek az erről szóló vaskos munkájából, aki beépült. Aki úgymond látszólag elhagyta az egyházat, de megbeszélte a főnökeivel, elhagyta az egyházat, ez Buenos Airesben történt, ott élt akkor évtizedeken keresztül, és beépült az ottani szabadkönyvesek közé, és aztán évek múlva onnan is ugye visszajött, és közzétette magyarul is megjelent emlékiratait. Hát azokban is érdekes dolgokat lehet olvasni, csak mindig az volt a kétségem, hogy jó, hát ez lehet, hogy Dél-Amerikában így megy, szeretik a kicsit a szimpadiasságot, a szertartásokat, némi túlzásba is viszik őket, gondolom, mert arra szükségük az ottani embereknek lelkileg. Európában ezek biztos visszafogottabban történnek. Mindenesetre még ma is, és én is meglehetősen furcsán állok a szabadkönyvesekhez, mert soha ennél kiáltóbb ellentét egy embercsoport meg az összes többi között, hogy ezek azt állítják magukról, hogy soha semmit, nem, semmi rosszat nem követtek el, jók, és ma is csak jótékonykodnak, és az egésznek ez a lényeg, és ezért létezik. A másik oldalon meg a kigyott békát és mindenféle mást is szüntelenül kiáltanak rájuk. Hát azért ez a könyv valamelyest eloszlatja a homályt, ha nem is teljesen. Köszönjük szépen!